Adatok szerint a Szabadkai Városi Közkórházban 55 COVID beteget kezelnek, hetet súlyos klinikai kórképpel az intenzív osztályon, ahol a legidősebb páciens 87 éves, egy 39 éves férfit tegnap engedtek haza. A 39 éves páciensünk a fiatalabbak közé tartozik, mivel COVID osztályunkon a betegek átlag életkora 72 év és zömükre társult betegsége van, mondja a Szabadkai Kórház igazgatóhelyettese. Gordana Krtinici járványügyi szakorvos hozzátette, az utóbbi napokban 20%-kal csökkent a vizsgált COVID gyanús esetek száma, a kórház COVID osztályra pedig naponta 3-4 beteget vesznek fel, de ugyanennyit haza is engednek. A Szabadkai Közegészségügyi Intézet kimutatása szerint vasárnap 48 új COVID fertőzött személyt regisztráltak, számuk a múlt héten 74 és 89 között alakult. Szabadkán pillanatnyilag valamivel több mint 1700 regisztrált COVID-pozitív beteget tartanak nyilvántartásban.